Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel gimnáziumban, javában tart az érettségi. Egyedni Szűcs Judittal beszélgetünk, aki egyrészt osztályfőnöki minőségében is fanglatni fogunk, másrészt igazgató helyettesként. Hol tart most az érettségi? Hát az érettségi az most valóban a kellős közepén jár. A mai napon fejeztük be az írásbeli érettségiket. A mai napon volt a francia nyelvi érettségi, és ez volt a 12. vizsgatárgy az iskolánkban, és egyben az utolsó. Most már az következik, hogy javítsák a kollégák a határidőre kell kijavítani a dolgozatokat, ezt követően a tanulók megtekinthetik, észrevételt tehetnek, ezután a dolgozatokat a vizsgaelnökökhöz eljuttatjuk, és júniusban pedig a szóbeli vizsgák következnek. Lehet már tudni esetleg a magyar történetet, ami hamarabb volt, azokat már javítják-e, vagy volt-e már ilyen megbeszélés a diákokkal, tehát milyenek a visszajelzések? Visszajelzésekről csak a gyerekek visszajelzéseit tudjuk, hiszen nálunk megállapodtunk abban, hogy a tanárok információt addig a gyerekeknek nem adnak, csak a hivatalos megtekintési napon kaphatnak információt, azt, hogy pontosan szám szerint hány pontot értek el az írásbeli feladatlapok kidolgozása során, tehát az írásbelén. Ekkor fogják, ez június első napjaiban esedékes, úgyhogy addig a gyerekek a pontszámaikat nem ismerik meg, és nem is ismerhetik meg. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy voltak olyan vizsgatárgyak, amelyek egy kicsit nagyobb nehézséget okoztak a gyerekeknek. Szokás szerint ugye a matematika az a mumus tantárgy. Ennek ellenére már én most így tudom, hogy vannak természetesen ötös dolgozatok is. A magyar az úgy gondolom, hogy nem jelentett nekik problémát, a történelem sem. Az angol véleményem szerint így a gyerekek reakcióiból szintén könnyebb volt. A németnél a gyerekek azt mondták, hogy igazából a magnóhallgatás jelentett problémát, de elmondhatom, hogy a szokásoknak megfelelő erősségű feladatlapokat sikerült összeállítani. Lehet-e már esetleg tudni, hogy lesz, akinek esetleg meg kell ismételni az írásbelit, mert nem sikerült, és mondjuk szóbelizni is kell matematikából, vagy bármelyik olyan tárgyból, amiből elvileg nincs szóbeli? Ilyen visszajelzés még nincs. Az én saját várakozásaim szerint néhány matematika szóbeli várhatóan lesz, de még konkrét, exakt számokat nem tudok mondani. Az, ami biztos, hogy így az elmúlt hetekben 495 írásbeli dolgozatot írtak az iskolánkban, 12 vizsgatárgyból és 111 vizsgázó. A vizsgázóink között ugye ez a 495 itt helyben írta, viszont voltak emelt szintű érettségizők, akik Szolnokon írták, és nyilván ebben a 495-ben még nincs benne a testnevelés gyakorlati vizsga, ami majd a szóbeli vizsgaidőszakban fog esedékes lenni. Milyen tantárgyakból van szóbeli, hiszen itt azért vannak szakmai gyakorlati tárgyak is, vizsgák is, tehát hogyan kezdődnek ezek a folytatás, hogy lesz? A kötelező érettségi tárgyak közül nyilván magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyakból van szóbeli, illetve a választott tantárgyak mindegyikéből. Matematikából ugye csak azoknak, akik nem érték el a 25%-ot az írásbelén. Szakmai tantárgyakból nálunk nem érettségizik most még semmi. Ugye az új kerettanterv szerinti képzésben lévőknek már kötelező lesz szakmából érettségizni. Az idén érettségizőknek még nem kell, úgyhogy ők ismereti tantárgyakat választottak. Van esetleg olyan érettségiző, aki újból érettségizik, és bíz van a jobb pontszámok reményében? Természetesen van, minden évben vannak külsős vizsgázóink, illetve technikusaink, akik az érettségit követően itt maradtak az intézményünkben, viszont most már megértek arra, hogy tovább tanuljanak, és a sikeres felvételi miatt ismétlő érettségit tesznek, vannak igen szép számban. De akkor reméljük, hogy aki most megpróbálta, eredményesebb lesz, mint tavaly. Picit azért beszéljünk az osztályáról is, hiszen azért biztos, hogy rajtuk azért még jobban ott van mind a két szeme. Ugye ők 26-an, mind a 26-an teljesítették az érettségi bocsátás feltételét. Elég sokféle tantárgyból érettségiznek, tehát nagy lesz a szóbeli vizsgabizottság. A visszajelzések alapján az elvárásoknak, illetve várakozásainknak megfelelő írásbeliket írtak. Talán egy icipicit a matematika nem sikerült úgy, ahogy ők szerették volna, de akik emelt szintűzni voltak, azok is arról számoltak be, hogy sikerült.
Mikor lesz ez az utolsó nap, amikor az utolsó vizsga utolsó napján elhangzik itt, és mindenki befejezte, és utána pedig már megkapja mindenki a bizonyítványát? Ugye 4 végzős osztályunk van. A 4 végzős osztály a szóbeli vizsgaidőszak teljes időszakát lefoglalja. Az utolsó D-osztály az június 26-án fog végezni, tehát ez lesz az érettségi vizsgaidőszak legesleg utolsó napja, és reményeink szerint mindenki kék bizonyítvánnyal térhet haza. Hát akkor reméljük, hogy így lesz, addig meg még sok-sok felkészülést a diákoknak, önöknek, pedagógusoknak jó javításokat, és reméljük, hogy akkor mindenki sikeres és eredményes érettségiző lesz ebben az évben. Hát én is ezt remélem, így van, a kollégáinkon van most a legnagyobb teher, hiszen ugye ezt a 495 dolgozatot ki kell javítani határidőre, maximális pontossággal, úgyhogy most ők dolgoznak a gyerekek helyett, illetve hát a gyerekek pedig készülnek a szóbeli vizsgára, hát remélem, hogy ott is hasonlóan sikeresen és zavartalanul fog minden menni. Reméljük, így lesz, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!